Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindannyiatokat, drága testvéreim! A Találkozás Jézussal című sorozatunknak 6. estéhez érkeztünk. Ma este kaptam néhány kérdést, és törekszem Isten segítségével a kérdésekre először választ adni a Bibliából. Egy kérdező 3 kérdést is tett fel, és megpróbálok tömören, röviden, érthetően válaszolni. Az első kérdés: miért nem fogyasztjunk minden állat húsát, ha mindegyiket Isten teremtette? Ez egy nagyon helyén való kérdés, és előadásaim alatt különböző vidéken rendszerint találkozom ezzel a kérdéssel, mert mindannyiunkat érdekel azt, hogy mit helyes enni és mit nem helyes enni. Valóban Isten sok állatot teremtett. A csigától kezdve, vagy a zöld ostorostól kezdve, vagy még kisebb állatot említsek, egészen az elefántig. Nem akarok egyszerűen úgy válaszolni, hogy minden állatot nem eszünk meg, nem akarok tapasztalatokat elmondani, inkább maradok a Bibliánál. Mert az a kérdés és az a válasz a hiteles, amelyiket a Bibliában találunk. Van egy nagyon figyelemre méltó rendszer a Bibliában, ami az étkezést illeti. Megpróbálom nagyon egyszerűen és nagyon tömören elmondani. A teremtés történetében, amikor Isten megteremtette őszüleinket, akkor a Mózes első könyve első részének a 29. versében azt mondja a Szentírás: és mondta Isten, imé néktek adok minden makkozó füvet, az egész föld színén és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eredelül. Mit adott Isten Éden kertjében a Biblia szerint, hogy fogyasszon, egyen Ádám és Éva? Gyümölcsöket és magvakat. A bűneset után azt olvassuk Mózes 3. könyvének a 21. versében, első könyvének 3. rész 21. versében, hogy egyed a mezőnek füvét. A bűneset után Isten az étrendhez hozzáadta a zöldségféléket. Miért? Azért, mert tudta Isten azt, hogy a bűn következtében az ember beteg fog lenni. Nem különös az, hogy 6000 évvel a teremtés után még mindig a nép hajkán volt, hogy Isten fűben, fában hagyta az orvosságot. Sok-sok tapasztalatot lehetne ezzel kapcsolatban is elmondani. Azonban nagyon figyelemre méltó az, amit Mózes első könyvének a 7. részében találunk, amikor az emberek, az istenfélő emberek csak növényt ettek, és ez orvosilag igazolt, hogy az ember teremtésénél fogva a növényevők közé tartozik. Azért egy nagyon egyszerű orvosi ismertetőját említsek meg: a húsevő állatoknak a bélrendszere rövid. Hogy minél rövidebben távozzon az emberi szervezetből a táplálék, és az összes növényevő állatok pedig hosszú bélrendszerűek, és az ember is a hosszú bélrendszerűek közé tartozik. Azonban, ami nagyon figyelemre méltó, én úgy szólok hozzátok, mint Biblia ismerő emberekhez, és nagyon gyakran elbeszélgetünk ebben a kérdésben is, és szívesen elbeszélgetek bárkivel. Sokszor azt mondják, hogy igen, tudjuk, hogy a tiszta és a tisztátalan állatokat azt Isten a zsidó népnek adta, miután kivezette egyiptomi fogságból őket. Azonban, hogyha olvassuk Mózes első könyvéből, az 7. részből, a vízözön előtti időből, akkor a első-második versében Isten ezt az utasítást adja Noénak. Mondta az Úr Noénak: menj be te és egész háza népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben, minden tiszta baromból hetet-hetet vigy be, hímet és nőstényt, és azokból a barmokból, amelyeket nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Most felteszem, drága testvérem, a kérdést: mióta ismeri az ember a tiszta, melyik állat a tiszta és melyik a tisztátalan? A zsidóktól kezdve, akik körülbelül 2500 évvel a teremtés után vezetik ki Isten egyiptomi fogságból, vagy már 1656, mert akkor volt a vízözön a teremtéstől számítva,
vízözön előtt is ismerték az emberek. Egy nagyon egyszerű dolgot hozok, kedves testvérem, ami az étkezést illeti. Isten megadja nem csak azt, hogy mit együnk, hanem azt is, hogy mit ígyunk. Nem tudom, ismeritek-e ezt a jelszót vagy közmondást, hogy több házat elvitt a bor ár, mint a víz ár. És ez egy óriási igazság. Egyetlen egy családban sem nem hozott örömet, boldogságot a részegség és a részegítő ital. Isten józannak teremtette az embert, és azt szeretné, hogy ma is úgy érjük. Egy nagyon egyszerű orvosi felfedezést hadd mondjak. Például a halaknál Isten azt mondja, hogy a pikkelyes halakat azokat egyétek meg, a pikkelyteleneket azokat ne fogyasszátok. Isten nem magyarázkodik, hogy mit miért mond. Isten a teremtő Isten. És ő tudja, hogy mi az, ami egészségünkre válik, mi az, ami nem válik egészségünkre. Hogy példát hozzak az életből, először a háziasszonyokhoz hozzak egy példát. Megveszitek az új mosógépet, és írja azt, hogy 220 voltos áramba lehet bekapcsolni, és 5 kiló nedves, 3 kiló száraz ruhát szabad beletenni, és azt mondja a háziasszony magában, engemet nem érdekel, hogy a gyártó mit mond, én 5 kiló száraz ruhát fogok beletenni, és nem a 220-as áramba körbe kapcsolom be, hanem a 360-as áramba. Ki, melyik háziasszony tesz ilyet? Senki. Miért? Mert a gyártó betartja. Most a férfiakhoz szólok. Megveszünk egy autót, egy dízelautót, és azt mondja magában a tulaj, hogy engemet nem érdekel, hogy a gyártó azt mondja, hogy benzin, bocsánat, hogy a dízelbe a motorinát, ahogy azt ti mondjátok, vagy dízelolajt kell beönteni. Én egyszerűen 98 oktános benzint öntök bele. Ki tesz közülünk ilyet? Én úgy gondolom, hogy senki. Akkor betartjuk a gyártónak az útbaigazítását? Betartjuk? Hétköznapi dolgokban? Igen. Hát akkor, amikor Isten a teremtőnk, ki tudja Istenen kívül legjobban azt, van-e valaki, aki legjobban tudja, és jobban tudja Istenen kívül azt, hogy mi szolgál nekünk egészségre? Kedves testvérem, elmondok még egy dolgot. Az előbb hoztam a halakat, az orvostudomány bebizonyította azt, hogy azért egészségesebbek a pikkelyes halak, mert a pikkelyes halak húsából kicsapódik a pikkelybe a koleszterin, és küzdünk mi sokan koleszterin problémákkal? Nagyon sok emberrel találkozom. Akkor miről van szó? Isten, amikor eltilt tőlünk dolgokat, és azt mondja, hogy ezt egyed, ezt ne egyed, akkor Isten jót akar, vagy nem akar, vagy rosszat akar. Döntsük el mi. Többet nem tudok időt szakítani erre, mert az idő az könyörtelen, mert van még egy nagyon komoly kérdés, vagyis mindegyik kérdés a maga nemében értékes. Miért nem fogyasztjuk a bort, ha a szőlőt is Isten teremtette? Ez igaz. Azonban teremtette Isten bort. Teremtette Isten pálinkát. Úgy teremtette Isten bennünket, hogy dohányozzunk. Egyik ember van, tréfásan megjegyezte nekem, valahol lelkész tudja, hogy Isten miért teremtett bennünket úgy, hogy ne dohányozzunk. Vártam a választ, mert úgy éreztem, hogy illő dolog, hogy visszakérdezzem. Azt mondja, ha Isten úgy teremtett volna bennünket, hogy dohányozzunk, akkor kémint is készített volna a fejükre. Tehát Isten nem teremtett se dohányt arra, hogy fogyasszuk, mert ezen a vidéken látom, ma voltam itt a gombatenyésztőbe, és olyan kedves volt a tulajdonos nő, végigvezetett. Én nekem egy különös élmény az életemben, hogy végignéztem azt, hogy milyen gondosan nevelik ki a gombát, és hogyan történik mindaz. Életemben soha eddig ezt nem láttam, és most köszönöm itt, hogy itt lehetek már azért is, hogy végignéztem a gombatenyésztést. Megvan mindennek a maga rendje. Vannak mérgező gombák. Ki az közülünk, aki képes volna tudatosan mérgező gombát enni? Van valaki közöttünk, az emelje fel a kezét. Tudom, hogy senki. Hát ha megválasztjuk épésszel azt, hogy mit együnk és mit ígyunk, akkor most feltesszük a kérdést, és most én visszakérdezem, Isten szőlőt teremtett, vagy bort teremtett? Kérem? Isten szőlőt teremtett. De megyek még egy lépéssel tovább.
Hogy nevezzük a bort? Én nem tudom, hogy ezen a vidéken mekkora bortermesztés van. Én úgymond szabadon kimondom, hogy szőlők között születtem. Szüleimnek volt 5 hol szőlőjük, és 60, 70, 80, 100 hektár boruk volt minden évben. Hatalmas pincéjük volt, és amikor ősszel elszűrték a mustot, és amikor kezdett rampássá válni, ismeritek ezt a kifejezést, használjátok, vagy nem? Amikor kezdett erjedni a bor, akkor nem volt nekem szabad bemenni a pincébe, mert akkor ott maradok és meghalok, mert annyira mérgező bent a pincében a levegő. Másik kérdés is még egy nagyon szép dolgot, mivel ismeritek a Biblia történeteket. Emlékszetek-e, mit mondott, mit álmodott a Józseffel a főpohárnok és a fősütőmester? Én most csak a főpohárnokot hozom. Csak egy gyönyörű dolgot hadd mondjak el. Azt álmodta a főpohárnok, hogy ott volt a fáraó előtt, és a fáraó előtt fogja a fürtöt, meg a poharat, és előtte préseli ki kezével a szőlőfürtből a mustot, és úgy adja a fáraónak. Tudjátok, hogy ez miért volt törvény abban az időben? Hogy meg ne mérgezzék a fáraót. Akkor azt kérdezem, hogy a fáraó részegítő italt ivott, vagy frissen kifacsart szőlőt adott a fáraónak, a főpohárnak. Úgyhogy milyen egyszerű dolgokkal találkozunk. Tudom, hogy adós fogok maradni sok mindennel, de mivel még egy kérdés van, és előtte már még egy másik kérdőlap is, Jézus miért változtatta a vizet borrá a kánai menyegzőn? Hát kedves testvéreim, ezt jogosan mondom nektek, hogy jogos a kérdés, mert a Bibliában első olvasatra ez van. Azonban, mielőtt elolvasom a Bibliából a kánai menyegzőt, hadd mondjam el, hogy tanulmányi úton voltam Egyiptomban és Izraelben 3 hétig, és természetes, ha már Izraelben vagyok, akkor benne volt az úti tervünkben, a tanulmányi úti tervünkben az, hogy ellátogassunk Kánába. Most lehet, hogy el fogtok mosolyogni, amit mondok. De Kánában ma is lehet Jézus Krisztus vízből borrá változtatott bort venni. Elhiszitek? Higgyétek el, mert így van. Csak nem az a bor, amit Jézus Krisztus vízből borrá változtatott. De ami nagyon jellegzetes, hogy az a bor, amit úgy árulnak, mint a kánai menyegzőn levő bort, az ma is alkoholmentes. És miért alkoholmentes? Azért, mert egy nagyon szép dolgot szeretnék, kedves testvéreim, hozni a kánai menyegzővel kapcsolatban is a víz borrá változtatásával. Először is hadd mondjam el, hogy az újszövetségi Szentírásban 2 görög szó van, amit Károli és általában a bibliafordítók bornak fordítanak le. Az egyik a síker, a másik az oinos. Maga az, hogy síker, veszük észre, az könnyű megjegyezni, hogy az részegítő ital. A síker az részegítő ital. Az oinos pedig vagy szőlőlé, vagy mustlé, bocsánat, szőlőlé, gyümölcslé, szilvalé, almalé, és így tovább. Amikor itt a kánai menyegzőn a víz borrá változtatásáról van szó, akkor itt végig ahányszor csak bor van említve, mindig oinosz van, vagyis szőlőlé, vagyis must. Az egész történetből, mivel úgy gondolom, úgy állok előtetek, mint akik ezeket a dolgokat ismeritek, ezért csak a legidevonatkozóbb szöveget szeretném olvasni, és azt mondja, hogy amikor odavitték a szolgák a bor, vízből lett bort, olvasom a 9. verset, és amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, tehát a oinosszá vált vizet, ami szőlőlét jelent, nem tudja valahonnén van, de a szolgák tudják, akik a vizet merítik vala, szól azért a násznagy a vőlegénynek. Azért olvasom csak ezt a szöveget el, inkább a 10-et is még, és mondanék ki, minden ember a jó oinoszt adja
fel először, és amikor megittasodnak, vagyis megtelnek, akkor az alább valót, te pedig a jóbort ekkora tartottad. Most gondolkodjunk, ha a násznak, mivel körülbelül egy hétig tartottak a zsidó menyegzők, ha a nász nagy beli részegítő italt fogyasztott volna már napokon keresztül, meg tudta volna egy különböztetni a jó bortarosztól. Igen vagy nem? És maga az a tény, hogy ő meg tudja különböztetni, az azt jelenti, hogy teljesen józan. Még egy elgondolkodható dolgot hadd mondjak. Gondoljuk végig, Jézus Krisztus eljön bennünket megváltani, és ő eljön, hogy lefizesse a megváltás árát a golgotai áldozattal. És Jézus Krisztus elmegy egy olyan menyegzőre, ahol a nász nagytól kezdve a nász nép agyonra issza magát és lerészegedik. Elmenne Jézus Krisztus egy ilyen menyegzőre? Az Istennek fia, aki emberi testben jött és bűntelen életet élt, szó sincs róla. Én tudom, hogy ezzel is adós maradtam, mert talán most önkényesen jön a gondolat, és hozok még egy igét. Timóteushoz írt levélből előszeretettel idézik az emberek, de azok az emberek, akik szeretik inni a részegítő ital. És azt mondják nekem, a Timóteushoz írt levél, első levél, 5. rész, 23. versében, Pál apostol fiatal munkatársának, aki Kréta szigetében azt mondja, ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomorodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintettől. Az ittasán, vagyis az iszákos emberek olyan örömmel idézik ezt, nekem is kell egy kicsikét a gyomromat helyrehozni, és azért iszom a pálinkát, vagy a bort, vagy a satöbbi. Csak egy dolgot felejtettünk el, hogy itt is oinoszról van szó, gyümölcsréről, például ráadásul szívaréről. És miért ajánlja Pál apostol Timóteusnak, hogy ne fogyasszon sok vizet? Tessék elmenni Krétára, egyik ismerős család nemrégen volt nyaralni Kréta szigetén, és ha visszajöttek is, megmondtam, hogy ennek járjanak helyszínen utána, és azt mondták, hogy rendkívül meszes a víz, és a gyenge gyomrúaknak a krétai víz nem felel meg. És ekkor, amikor Pál apostol írja az első levelet, akkor Timóteus Kréta szigetén volt, és mai napig is van Kréta szigetén egy olyan fajta szilva, ami nagyon jó a gyenge gyomrúknak, és Pál apostol arról ír, hogy élj egy kevés oinosz, vagyis szilvalével, gyomrodra való tekintettel. Hát nem merek, ránézem az órára, és nem merek többet hozni, többet szólni ezzel kapcsolatban, mert akkor nem marad időnk. Inkább a következő kérdést, amit ma este kaptam, meghagyom holnapra, hogy az Úr Jézus segítségével kellő időt tudjunk tölteni, talán, ha megfogalmazhatom így, a legszebb témakörrel, amelyre a Bibliával találkozunk. Elnézést kérek, hogy egy kicsit időt töltök azzal. Azért teszem ezt, mert két géppel is vesszük, mert igényelik többen azt, hogy fel legyenek véve ezek az előadások, hogy mások is otthon többször lehallgathassák. Drága testvérem, az Úr Jézus segítségével rátérünk a mai témakörre, az pedig Jézus eljön dicsőségben találkozni akar velünk. Jézus Krisztus eljövetele, második eljövetele, a Szentírás egyik központi tanítása, azonban a nagy kérdés Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban az, ami bennünket ma este érdekel, láthatóan vagy láthatatlanul jön el másodszor. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy ti is benne éltek a keresztény világban, de engedjétek meg, hogy én sokkal jobb. Annyiféle fajta elmélettel találkoztam már több mint fél évszázados lelkészi pályafutásom alatt. Egyik ezt mondja, a másik azt mondja, a harmadik azt mondja. Vannak, nem nevezek meg senkit se, de megértetek, hogy miről beszélek. Lépten nyomon találkozunk vallásfelekezettel, akik azt mondják, hogy 1914-ben Jehova felállította láthatatlanul az országát, tehát eljött.
Na most, amikor benne vagyunk ebben az űrzavaros vallásvilágban, akkor mit tegyünk? Nyúljunk a Bibliához. És kedves testvéreim, Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban ma este is semmi nem érdekel. Én azért veszitek észre, hogy se tudósoktól nem hozok, se különböző teológusoktól nem hozok semmilyen bizonyítékot sem, mert egyik így vélekszik, a másik úgy vélekszik. Mi kell, hogy legyen minden keresztény embernek a hitének az alapja? Lehet a Biblia, vagy csak a Biblia legyen? Csak a Biblia legyen. És ha a Bibliára építjük hitünket, akkor biztos alapon vagyunk. Ezért a kérdés, a probléma itt lesz, itt van, és ezzel szeretnék foglalkozni, azonban hozom az egyik központi ígét ezzel kapcsolatban, hogy az emberiség történelme két esemény körül fog, összpontosul, vagyis fordul meg. Egy csodálatos ígével találkozunk Zsidókhoz írt levél 9. rész 28. versében, amely így hangzik. Krisztus is egyszer megáldoztatott sokak bűninek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelennek azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Figyeljük meg, van időszámításunkat, honnan számítjuk? Jézus születésétől. Még az ateista korban, amikor én is jártam iskolában, azt tanították, hogy időszámításunk előtt és időszámításunk után. Honnan számlálja az emberiség a 2018. január 26-a a mai napon? Honnan számolja? Jézus Krisztus születésétől. Akkor most Pál apostol azt mondja, hogy két nagy esemény van az emberiség történetében. Az első esemény Jézus Krisztus születése, eljött, hogy lefizesse a váltságdíjat, de kedves testvérem, olyan jó, ha kihangsúlyozottan odafigyelünk a következőre. Másodszor, hogy jelenik meg Jézus Krisztus csecsemőként, mint először a betlehemi jászolban? Figyeljük meg, hogy az ige mit mond. Másodszor bűnélkül jelen meg, de kiknek üdvösségre? Azoknak, akik őt várják. Kedves testvéreim, most lehet, hogy egy történeten, amit elmondok, el fogtok mosolyogni. Amikor megtörtént nálunk is a rendszerváltást, az újságírók úgymond az egyház kapujának kilincsét egymásnak kapták. És egy pattogós újságírónő bejött és azt mondja, hogy interjút akar készíteni a lelkészen. Mondom, én vagyok a lelkész. Bevezetem az irodába, leültetem, és azt kérdezi tőlem, hogy mióta léteznek adventisták. Na, ez nagyon egyszerű kérdés, és a kérdésre is nagyon egyszerű választ találunk. Ádám és Éva is adventista volt. Megharagudott, bevörösödött, egy kicsikét tűrtőztetni kellett magát, és azt mondta nekem, hogy ne haragudj a lelkész úr, de én komolyan tettem fel a kérdést. Mondom, én pedig azt mondtam, ne haragudjon újságírónő, de én halálkomolyan adtam a választ. És azt mondja, ezt ön tudja bizonyítani. Mondom neki, hogy igen. Veszem a Bibliámat, fellapozom Mózes első könyvének a 4. részénél, és elolvasom Mózes első könyvének 4. részéből az első verset mindössze. Lehet, hogy meg fogtok lepődni ezen a csodálatos, egyszerű kijelentésen, azonban itt ez áll. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad abba a méhébe, és szülni vala Kaint, és mondja, és most figyeljünk, nyertem férfiat az Úrtól. Logikus ez? Logikátlan. Hát bocsánat, kitől esett teherbe? Mit mond a Biblia? Kitől esett teherbe Éva? A férjétől. Akkor miért mondja azt, hogy nyertem férfiat az Úrtól? A héber szószedés azt jelenti, nyertem férfiat az Urat. Emlékezzünk csak vissza az előző lapon, mi van megírva? Hogyan fog Jézus Krisztus eljönni? Asszony magvaként. És amikor megszülte Éva az elsőszülött fiát, Kaint, akkor kit látott benne? A Mesiást. És ezért mondja, nyertem férfiat az Úrtól, vagyis nyertem férfiat az Urat. Akkor mióta várják az emberek Jézust? Mert mit jelent az, hogy advent?
Karácsony előtt ott van az első négy advent hét. Ha most feltenném nektek a kérdést, lehet, hogy különböző választ kapnák, hogy miért négy hétig tart az advent hét. De ez nem tartozik a mai témakörünkhöz, csak szeretném hozni, visszatérek az újságírónőhöz is, azt mondom neki, hogy tessék megnézni, a zsidók, és nem csak a zsidók, az őszinte, istenfélő emberek 4000 éven keresztül várták Jézust. Advent reménységben éltek? Igen. Na most akkor tegyük fel a következő kérdést. Itt az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus először azért jött el, hogy megváltson bennünket. Miért fog Jézus Krisztus másodszor eljönni? Azért, hogy minden embernek megadja azt a jutalmat, amit vetett az életében. De kedves testvéreim, most akkor mi Krisztus mennybe menetele óta első advent reménységben kell, hogy éljünk, vagy második advent reménységben? Melyik eseményre kell készülnünk? Jézus születésére minden évben, vagy pedig mennybe menetelétől kezdve Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére? Kedves testvéreim, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanulunk, és ezt az egy igazságot, egy tényt magunkkal visszük, hogy nekünk az előttünk levő eseményre kell készülnünk, az pedig Jézus Krisztus második eljövetelére, és nem visszatekintve, és készülnünk arra az eseményre, ami 2000 évvel ezelőtt lezajlódott. Mivel az a témakörünk, hogy láthatóan vagy láthatatlanul jön el Jézus Krisztus, ezért hozom az ígét, és itt van egy kijelentés, hogy Jézus eljövetelét mindenki meglátja. Én végtelenül hálás vagyok a mindenható Istennek, hogy a Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyve első rész, 7. versében azt találjuk, imé eljő a felhőkkel. Itt azért állok meg, drága testvéreim, mert nem azt mondja az ige, hogy eljön a felhőkön. Mert ha azt mondaná, hogy eljön a felhőkön, akkor valóban Jézus eljön a felhőkön. De itt azt mondja, hogy eljön a felhőkkel, és az a felhők kit jelképeznek. Emlékezzünk csak, mindjárt hozom majd nem sokára Jézus Krisztus mennybe menetelét. Mi volt az, ami eltakarta a tanítványok szeme elől Jézus Krisztust, amikor felment a mennybe? Hogy olvassuk a Bibliába? Felhő, és az a felhő mit jelentett? Az gyakorlatilag angyalsereget. Akkor azt mondja az ige, hogy eljön a felhőkkel, mennyei angyalok kísérik el Jézus Krisztust földi útjára, és tovább mi áll a Bibliában? Minden szem meglátja őt. Hány ember látja meg az élő emberek közül, akik akkor élnek? Lehet, hogy te is és én is meg fogjuk látni, én nem tudom, mert Jézus Krisztus eljövetele minden jár szerint közel van. Még akit őt által szegezték is, és iratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van, amen. Ez az úgy van, amen egy nagyon jellegzetes. Mert az amen szó azt jelenti, hogy úgy van. És figyeljük meg, hogy ennek a kijelentésnek, isteni kijelentésben azt látjuk, hogy nyomatékot ad. Igen, Jézus el fog jönni dicsőségben, láthatóan jön el, mindenki meglátja, senki sem tud elrejtőzni előtte, és mennyei angyalok kísérik el földi útjára. Miért ment fel Jézus Krisztus a mennybe? Ezt is szeretném hozni, ezt a csodálatos ígét, amikor Jézus Krisztus utolsó vacsora után tanítványaival megy Getsemáné kertje elé, e felé, nekünk is volt alkalmunk ezt végigjárni, ezt az utat, és különös érzés volt este végig bandukolni a sötétben vagy félhomályban ezt az utat, ahogy ezt akkor tették. De kedves testvéreim, próbáljuk végig gondolni ezt a csodálatos Jézus által adott kijelentést az ő visszajövetelével kapcsolatban. Jézus azt mondja a 12-nek akkor, ma este pedig mindannyiunknak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Lehet, hogy fejből sokan félelmükbe el tudjátok mondani, de most lehet, hogy problémát okozok. Figyeljük meg, hogy Jézus miről beszél. Jézus azt mondja, hogy az én atyám házában sok lakóhely van.
Ha már van lakóhely, akkor miért kell azokat készíteni? És Jézus azt mondja, hogy amikor elkészítem a lakóhelyeket, akkor újból eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Ha már megvannak a lakóhelyek, akkor ki kell meszelni, végig kell tatarozni, vagy tapasztani kell, bocsássatok meg, hogy ilyen földi szavakat hozok az építkezésből. Mit jelent Jézusnak ez a kijelentése, hogy ott van az én atyámban a lakóhely, a lakóhelyek, bocsánat, és nekem azokat a lakóhelyeket el kell készítenem. És amikor majd befejezem az elkészítést, akkor én majd eljövök, értetek és benneteket magamhoz veszlek. Mit jelent az, hogy Jézus készíti a helyet? Olyan csodálatos, olyan egyszerű, csak a Biblia belső összefüggéseket kell ismerni, és a Biblia belső összefüggéseket egymás mellé kell tenni. Hol kezdődött a bűn? Édenben vagy a mennyben? Mennyben kezdődött az angyal lázadás, az angyalok egyharmad része odaállt Sátán mellé, akkor most felteszem a kérdést. A bűn beszennyezte a bűntelen mennyet is? Egyértelmű, hogy igen. És Zsidókhoz írt levél 8. részében azt olvasok, hogy Jézus Krisztus az ő tulajdon vérével ment be a mennybe, hogy engesztelést szerezzen érettünk. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus golgotai halálával lehetővé tette azt, hogy a menny, amelyet beszennyezett a bűn, Jézus Krisztus vére megtisztítsa. És Jézus azt mondja, hogy amikor elkészítem a helyeket, meg lesz tisztítva az én vérem által a menny a bűntől, akkor eljövök érettetek, és magamhoz veszek titeket. És ebből látjuk azt, hogy a megváltottak a bukott angyalok helyét fogják elfogalni. Tovább megyek, hogy Jézus második eljövetelét mindenki meglátja. Személyesen Jézus Krisztus beszél róla Máté evangélium 24. és 27. versében. Amiképpen a villámlás napkelettől támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Egy nagyon konkrét dolgot hozok. Ha valaki eddig nem próbálta ki, és úgy gondolja, hogy ki szeretné próbálni, bátorítalak benneteket, próbáljátok ki. Amikor jön a nyár, és villámlik, akkor próbáljuk letakarni a kezünkkel a szemünket, vajon a villámlás fénye átvillani a kezünkön, amivel letakartuk. Én megpróbáltam, nem egyszer is átvillan. El tudjunk-e rejtőzni a villámlás fénye elől? Nem. És mit mond Jézus Krisztus? Amiképpen a villámlás végig cikázik az éget napkelettől napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor látni fogják az emberek. Egyértelmű, hogy igen. Az angyalok megígérték azt, hogy Jézus Krisztus visszajön. Erre hivatkoztam, amikor az elén mondtam, a 12 tanítvány kikísérte Jézus Krisztust az olajfák hegyére, és azt olvassuk Cselekedetek könyvében az első rész 10 és 11. versében, és amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, imé két férfiú állott meg mellettük, fehér ruhába, akik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állatok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. És figyeljük meg ezt az akképpen, amiképpen párhuzamos szót. Akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Most akkor visszakérdezem, látták a tanítványok Jézus Krisztus mennybe menetelét? Látták? Látták. És mit mondanak az angyalok? Ahogy láttátok, hogy Jézus Krisztus felment, láthatóan ment fel, úgy láthatóan jön el. Vajon második eljövetelekor a föld minden lakosa meglátja Jézus Krisztust, vagy csak némely emberek? Én nagyon boldog vagyok. Azért is, hogy a 21. században élek. 60-as években, amikor lelkészi pályafutásomat megkezdtem, és beszéltem Jézus Krisztus második eljöveteléről az embereknek, akkor azt mondták, hogy jaj, igen, de hogy lehet egyszerre az egész földkerekségén minden ember meglássa Jézust? Hadd kérdezem,
elkészített olyan technikát az ember, hogy egy pillanatban látjuk az egész földkerekségén történő eseményeket. Legyen Ausztráliában teniszvilágbajnok, vagy legyen Szocsiban, vagy akárhol bármilyen téli olimpia, vagy most, ami, ha jól tudom, most már lassan folyik Koreában, láthatják azokat az eseményeket az egész földkerekségén. Láthatjuk? Ott van a Sky. El se tudtuk képzelni 30 évvel ezelőtt, hogy beülünk a szobába, nincsen semmilyen zsinór a levegőben, ott van az okostelefon, nem kell semmilyen nagy műszer, és egyszerűen csak benyomjuk azt a címet, ami bennünket érdekel, és Ausztráliában, vagy Új-Zélandon, vagy Kanadában van az ismerősünk. Nem csak halljuk, hanem látjuk is. Hadd mondjak egy nagyon érdekes dolgot. A 60-as évek végén néztem egy futurisztikus filmet. Az volt a címe, hogy futurisztikus film, és a futurisztikus filmnek a középpontjában az, hogy látott, abban az időben már úgy képzelték el, hogy a telefonon nagy telefon volt, a fix telefon, és egy hatalmas képernyő, és amikor felvette a kagylót a telefonáló, akkor a képernyőn megjelent az, akivel telefonált. És ezt akkor úgy nevezték, hogy víziofón. Miért víziofón? Mit jelent ez a szó, hogy fón? Mert ott van a telefón, televízió. A fón görögül hangot jelent. És víziofón, látom és hallom. Telefón, távol, tele az távol, hallról hallom a hangot. Televízió, távolról látom a képeket, vízió, látás. Azért látjuk azt, hogy ma nekünk a 21. században sokkal könnyebb megérteni a Bibliából azt, hogy az egész földkerekségén egy időben mindenki meglátja Jézus Krisztus eljövetelét, mert ha az ember tudott olyan technikát készíteni, akkor Jézus Krisztus sokkal nagyobb tudással rendelkezik, mint bárki más. Azonban Jézus Krisztus hatalommal és dicsőséggel jön el. Máté evangéliumából hozom tovább Jézus Krisztus szavait a 24. rész 30. verséből. Akkor azért álltam meg ennél a szónál, mert Jézus Krisztus utolsó beszédében 17-szer említi az akkor szót, és egyetlen egyszer se köti időhöz. És Jézus azt mondja, akkor feltetszik az ember akkor felteszik az ember fiának jele az égen, és akkor, újból akkor, sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében nagy hatalommal és dicsőséggel. Ma ebből a felolvasott igéből egy szóra szeretném, kedves testvérem, felhívni figyelmeteket. Akkor sír kicsoda. Egyes emberek a Földön, vagy a Föld minden nemzetsége. Mit mond Jézus? Akkor sír a Föld minden nemzetsége. Kétféle sírásról tudunk, örömkönnyekről és bánatkönnyekről. És ahogy látni fogjuk ma este Isten segítségével, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor két embercsoport lesz. Szeretném közelebbre hozni mindannyiunk számára Jézus Krisztus eljövetelének tényét. Ki kíséri el Jézus Krisztust második földi útjára? Én úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy ez egy különös boldogság lesz mindannyiunk számára, amit ma este megtudunk. A Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus második eljövetelekor ő, Jézus háromszoros dicsőséggel jön el. Háromszoros dicsőséggel. Nézzük meg ezt az igét. Lukács evangélium a 9. rész 26. versében találjuk. Mert valaki szégyel engem, és az én beszédemet, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljön. Az ő dicsőségében meg van számozva az atyáéval és a szent angyalokéval. Most gondolkodjunk egy kicsit. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ő eljön az ő dicsőségével. Most Jézus Krisztus dicsősége jön el, vagy eljön Jézus Krisztus is? Hogy képzelitek?
Tehát csak a dicsősége jön el, vagy eljön Jézus Krisztus is? Hát eljön Jézus Krisztus, erről ír az ige. Most nézzük a harmadikat. A szent angyalok dicsőségével jön el. Az azt jelenti, hogy eljönnek a szent angyalok is, vagy csak a dicsőségüket küldik el. Mit jelent az, hogy eljön a szent angyalok dicsőségével? Elkísérik az angyalok földi útjára, mert azt olvastuk az imént, hogy Jézus Krisztus eljön a felhőkkel az angyalokkal. De ez így van, akkor mit mond még Jézus Krisztus? Eljön az atya dicsőségével. Akkor az atya dicsőségét küldi el, vagy maga az atya is el fog jönni. Nem tudom, hogy megfigyeltük ezt eddig a Szentírásban. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztust, amikor eljön, akkor elkísérik az angyalok, a mennyei angyalok, és elkíséri maga az atya is földi útjára. De lépjünk tovább, és nézzük meg a következő igét, amit Jézus Krisztus a vallatás alkalmával a főpap előtt mond, Máté evangélista jegyezte fel a 26 rész 64. versében. Mondanék Jézus, te mondád. Sőt, mondom néked, mostantól fogva meglátjátok, ülni az Isten hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Hogyan jön el Jézus Krisztus másodszor? Nem csak, hogy mindenki meglátja, hanem Jézus azt mondja, hogy hol fog Jézus Krisztus ülni, amikor eljön másodszor? A hatalmasnak a jobbján. Még egy igét szeretnék hozni Jelenések könyvének a 6. részéből, a 16. és 17. verset, ahol legvilágosabban tárja elénk ugyanezt az igazságot és tényt Isten a Szentírásban. És mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mirjánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Figyeljük meg ezt a rendhagyó kijelentést, az emberek azt mondják, hogy essetek el minket, essetek mirjánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, tehát a sziklák essenek rájuk, kik elől, aki a királyi székben ül. Bátorítalak benneteket, akár ma este, ha hazamentek. Vegyétek elő Jelenések könyvének 4. és 5. részét, amely Jézus Krisztus megkoronázásáról beszél. Több mint 10-valahányszor említi a királyi széket, és a királyi széken mindig az atya ül. És itt azt mondja, hogy rejtsetek el minket kinek a színe elől? Aki a királyi székben ül, tehát az atyától, és a báránytól, mert a bárány kicsoda? Bárány Jézus Krisztus. Amikor láttuk ezeket a csodálatos tényeket, akkor szeretném a gondolatmenetét továbbfűzni. Az Ószövetségi időben is Isten két utat tárt az emberek elé. Így olvassuk Mózes 5. könyvének a 30. rész 19. versében. Ezt az igét azért fogom lassabban olvasni, mert ha csak átsiklunk felette, akkor nem értjük meg a mondani valóját. Olvasom az igét. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam elébetek. Kedves esőrém, álljunk meg és gondolkodjunk. Melyik életet adta Isten mindannyiunk elé? És melyik halál? Ezt a 30, 40, 50, 80 esztendőt, vagy az örök életet adja minden ember elé? Mit gondolunk? És melyik halált adta elébünk? Az első halált, vagy az örök halált? Miről szól az ige? Annyira egyértelmű és annyira világos, mert lehet, hogy eddig erről nem volt alkalmunk mélyebben elgondolkodni. A kérdés is arra kérdez rá, ahogy Jelenések könyve 20. részének a 14-15. versét magyarázzam meg, de lelkiismeretemből el tudom mondani, hogy holnap este az lesz a témakör. Az 1000 éves birodalom, hogy azról mit mond a Biblia, és arra bátorítok mindenkit, hogy a holnap estét semmiféleképpen ne hagyjátok ki. Mert olyan részével, a Biblia olyan részével foglalkozunk, amivel a keresztény világ majdnem soha nem foglalkozik. Nekem olyan sok kérdést tettek fel az 1000 éves birodalommal kapcsolatban, és mint lelkész
56 éve vagyok lelkész is, annyi mindent olvastam, hogy a fejem tele van, és rendszerint az ilyeneket félreteszem, és megint csak ragaszkodom a Bibliához, mert ez biztos alap. Tehát akkor visszatérve az igéhez, figyeljük meg a komolyságot, ahogy megszólít bennünket Isten. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam elétekbe. Akkor melyik életet tesz Isten mindannyiunk elé? Ezt a 80 éves életet, vagy az örök életet? Az örök életet. És melyik halált? Az örök halált. És tovább olvasom, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod, vagy a te gyermeked. Milyen csodálatos tanáccsal lát el bennünket Isten, és azt mondja, válaszd az örök életet, de a döntést kire bízza. Mindannyian magunk, ránk bízza. Ezért veszitek észre, hogy estéről estére nekem mindig egy célom van, hogy világosan, egyértelműen feltárjam azt, ami a Szentírásban van. De a döntést azt mindig rátok hagyom. Ezt teszi Isten a Szentírásban, és ezt kell tenni, mert ez a helyes. Biblia mindig két embercsoportról beszél, és egy felsorolást hozok. Édenben őszüleinek két lehetősége volt. Kettő, hű marad Istenhez, vagy elfogadja a sátán ajánlatát. Sajnos a rosszat választották. Éden kapujában két oltár volt. Mit bizonyít a két oltár? Hogy az egyik, Kain, nem hitte az Isten ígéretét, és úgy gondolta, ő áldozhat az ő oltárán, amit akar, és Kain pedig áldozta a bárányt. Sokszor ma is, mikor beszélgetek keresztény barátaimmal, testvéreimmel, akkor azt mondják, nem tudom, remélem vidéketeken ez nem közismert szó, hogy mindegy az, hogy hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljuk. Ha Istennek mindegy volna, akkor nem adta volna a Szentírást. A Szentírást Isten azért adta, hogy elégtárja azt, hogy ez az igazság, és így kell élni, és így kell cselekedni. Az Éden kapujánál az oltárral kapcsolatban engedjetek, hogy feltegyek nektek egy kérdést. Tudom, hogy mindannyian, még a gyerekek is tudjátok, néztek rám, aranyos gyerekek. Tudom, hogy mindannyian tudjátok a történetet, de egy kérdésem van. Honnan tudta Kain azt, hogy Isten az ő áldozatát nem fogadja el, a testvérét pedig elfogadja? Honnan? Láttam egy művészi képet, és a művészi képen úgy volt lefestve, hogy az Ábel oltáráról a füst megy egyenesen felfelé, a Kain oltáráról pedig megy lefelé, és ez volt a jel. Csak a Bibliában ilyen nincs. Honnan tudta Kain azt, hogy Ábel oltárát, vagyis áldozatát elfogadja? Azért, mert az égből tűz szállt alá, és meggyújtotta az áldozatot, Kain oltárára pedig nem szállt tűz, tehát Kain oltárán nem volt füst, és nem ment se ide, se oda. Csak azért mondom, hogy sokakat megzavar ez a művészi kép. Harmadik dolog, Kármel hegyén két oltár volt. Ott voltak a Baál papok, felépítették az oltárt, és utána Illés felépítette az oltárt, és azért hoztam mindjárt ezt az esetet, mert Kármel hegyén is mi volt a jel? Mit mondott a Baál papoknak Illés próféta? Nem szabad tüzet gyújtani, hanem ha ti istenetek az érő Isten, akkor imádkozzatok hozzá, és majd tüzet bocsát az égből. És tüzet bocsátott te Isten az égből Kármel hegyén a Baál papok oltárára. Igen vagy nem? Egyértelmű, hogy nem, és utána elkészíti Illés az oltárt, árkotás, ráteszi az áldozatot, leönti vízzel, imádkozott, és az égből tűz jött is. Így ismerte el az Illés oltárát. Az Ószövetségi időben is két út volt, mert az előbb említettük. Az ötödik Jézus Krisztus is két útról beszél, és a hatodik, a második adventkor is két út lesz, két csoport lesz. Azért élezem, testvérem, ki ezt, mert ez nem egy olyan igazság, hogy igen, tudom, hiszem, jó, majd lesz valahol. Nem lehetünk mind a két csoportban, a kettő közül csak az egyikbe. És emlékezzünk arra, amikor Jézus Krisztus mennyei közbenjárási szolgálatáról tanultunk, és ott volt egy kérdés,
hogy mikor lesz Jézus Krisztus az én közben járom, és mikor lesz az ítélőbírom, ki dönti el, Jézus Krisztus, az Atya, vagy én személyesen. Én személyesen. Mert szabad akaratot adott Isten, és amit vetek, azt fogom learatni. Ezért látjuk ezeket a csoportokat, hogy mindig két csoport volt, és Jézus Krisztus is két útról beszél. Tudom, hogy most egy olyan ige következik, amit félállomba el tudtok mondani, de megint problémázni szeretnék. Máté evangéliumának a 7. részében a 13. és 14. verset elolvasom, de próbáljuk úgy olvasni, mint ha sohasem olvastuk volna eddig. Menjetek be a szoros kapun, mert tágos az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Három lehetőségről beszélek, és szeretném hallani tőletek, hogy melyik a biblikus. Első. Egyes emberek a széles útra születnek. Második. Mások a keskeny útra születnek. A következő. Mindenki a széles útra születik, vagy pedig mindenki a keskeny útra születik. Még egyszer elmondom. Tehát egyesek a széles útra születnek, mások a keskeny útra születnek. Ez az első. Második. Mindenki a széles útra születik, vagy mindenki a keskeny útra születik. Tehát mindenki a keskeny útra születik, ez a harmadik. Miről beszél Jézus? Első a pontos, a második a pontos, harmadik a pontos. Kell harmadszor is elmondani? Hát harmadszor is elmondom. Egyes emberek a széles útra születnek, mások a keskeny útra születnek. Ez az első. Második tétel, mindenki a széles útra születik, harmadik tétel, mindenki a keskeny útra születik. Melyik a biblikus? Tessék, mondjátok, nem kaptok se egyest, vagy nálatok a tízes a legjobb hallottam. Tízest adok mindenkinek akármilyen választat. Ne féljetek a választól. Második. Egy se. Újjaj. Örülök, tudjátok, hogy minek örülök? Akkor örülök, ha különböző választ kapok. Megmondom, hogy miért. Mert akkor mindenki saját eszével gondolkodik. Én most negyedszer is elmondom. És próbáljuk meg helyre tenni magunkban ezt a dolgot. Egyesek a széles útra születnek, ez az első. Egyesek a széles útra születnek, mások a keskeny útra születnek. Második, mindenki a széles útra születik, harmadik, mindenki a keskeny útra születik. Kérem? Ki egyezik az elsővel, hogy biblikus? Senki, aranyosak vagy. És kiegyezik azzal, hogy a második biblikus, hogy mindenki a széles útra születik. Ott már vagytok. Jó, köszönöm. És ki az, aki úgy gondolja, hogy a keskeny útra születik mindenki? Nincs senki. Köszönöm szépen. Kedves esvéreim, figyeljük meg, ezt azért éleztem ennyire ki, hogy tanuljuk meg megfigyelni a Szentírásban az Istennek a mondani valóját. Azt mondja, hogy menjetek be a szoros kapon, ezzel most nem foglalkozom. Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Erről is érdemes volna beszélni, de már nincs időnk. Mert szoros az a kapu, és ezt figyeljük meg a 14. verset, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Akkor melyikre születtem? Ha a keskeny utat keresnem kell, széles útra. Csak egyetlen egy Zsoltárt hozok, az 51. Zsoltár 7. versét. Bűnben fogantattam, bűnben melegetett engem az én anyám. Mibe születtél te, mibe születtem én, mibe született minden ember? Bűnben születtünk. És a bűn következtében halálra ítéltek vagyunk születésünknél fogva. De az életünket felhasználhatjuk arra, hogy megkeressük a keskeny utat? De mit mond Jézus Krisztus? Kevesen vannak, akik megtalálják melyik utat? Keskeny utat. Most akkor ne haragudjatok, hogy felteszem a kérdést.
Kérdezzétek meg magatoktól, és adjatok meg magatoknak a választ. Testvérem, megtaláltad-e már a keskeny utat, és jársz-e a keskeny úton? Na nézzük tovább. Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelekor is két csoport lesz. Én olyan boldog vagyok, hogy Jézus Krisztus ilyen világosan tanítja ezt az igazságot. Máté evangélium a 25 részben, a 31 és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele, mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Hány csoportra osztja Jézus az embereket? És most nagyon kemény dolgot mondok. Ahány egyház létezik a világon, annyi csoportra fogja Jézus osztani az embereket, vagy csak kettőre. Most néztem egy értekezést, egyes értékelések szerint több mint 30 ezer keresztény vallás létezik. Több mint 30 ezer. Valóban a sátán csinált egy olyan keresztény vallás labirintust, hogy az emberek minél nehezebben találják meg a mennybe vezető utat. De keressétek! És hol keressük? A Bibliában. És a Bibliában keressük, akkor megtaláljuk, és Jézus azt mondja, hogy amikor én eljövök, két csoportra osztom az emberiséget. Éppen ezért, aki elkészülnek, azok ezt mondják Jézus eljövetelekor, Ésaiás próféta könyvéből hozom a 25 rész 9. verset, és szólának a ma napon, mi Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításán. Gondold végig, testvérem, örülnél-e, ha az éjszaka Jézus eljönne? Azért várom, hogy gondolkodjunk. Örömmel fogadnánk-e, ha az éjszaka Jézus megjelenne az ég felhőjében, úgy, ahogy ma este tanuljuk. Vagy azt mondanád, hogy Uram, várjál még legalább néhány hetet, vagy néhány hónapot, vagy néhány évet, mert vannak gyerekeim, ki akarom vezetni az útra, nekem még vizsgáim vannak, még házat akarok építeni, stb. Sorolhatjuk. Ne vegyétek szokon, mivel örök életről, vagy örök pusztulásról van szó. És a te és az én örök életemről, életünkről, és a te és az én örök pusztulásomról, ez itt életbevágó a kérdés. Örülnél-e, hogyha Jézus Krisztus az éjszaka, vagy a következő órában megjelenne az égen? Ezt azért hozom, hogyan készülhetünk el arra a dicső napra, mert nem elég csak elméletezni, hanem itt van egy nagyon gyakorlati kérdés, Titushoz írt levélben a 2. rész 12. verséből szeretném kiszedni, részeire bontani az igét, és figyeljük meg, hogy mi van benne. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme hány embernek? Minden embernek, amely arra tanít minket. Mi az, ami arra tanít minket? Az Isten kegyelme, amely megjelent minden embernek, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat, ezt a kettőt. Hát legyünk gyakorlatiasak, ne csak elolvassuk a Bibliát és tudjuk fejből elmondani, hogyan tudom én, te, hogyan tudjuk mi keresztény emberek megtagadni a hitetlenséget. Olyan egyszerű. Elhisszük mindazt, ami a Bibliában van. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy hisszük-e mi keresztény emberek létünkre mindazt, ami a Szentírásban van. Ha igen, akkor megtagadtuk a hitetlenséget, és mi az, hogy világi kívánságokat, tagadjuk meg a bűnös kívánságokat. És ha szeretjük tiszta szívből Istent és Jézus Krisztust, akkor nagyon könnyen tesszük azt, amit ő mond. De most megy tovább az apostol, és azt mondja, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Hol? Majd fenn a mennyben vagy itt. Hol kell Biblia szerint élő emberekként élnünk az életünket? Itt ezen a földön. Jobb keze felől állóknak Jézus Krisztus ezt fogja mondani Máté evangélium a 25 rész 31. versé alapján.
Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készített a világ megalapítása óta. Szeretnénk hallani ezt Jézus Krisztustól? Azonban bal keze felől állóknak pedig ezt mondja, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az angyaloknak készítetett. Kedves testvéreim, két lehetőséged van, neked is, nekem is. Ugyanabban a cipőben járok én, mint lelkész, mint te, aki mélyen istenfélő ember vagy. Mert Isten előtt nincs lelkész, nincs egy polgár, egy hívő ember, bármelyik egyházhoz tartozó. Van ember, aki engedelmeskedik teljes szívvel, és van, aki formálisan. Ha tovább nézzük, melyik csoportba szeretnénk lenni, csak az egyikbe lehetünk a kettő közül, mi határozzuk meg, hogy melyikbe leszünk. A döntéseink alapján. Harmadik, most hozzuk meg életünk legfontosabb döntését. És ezt tudom ajánlani melegen mindannyiunknak, mert a ma a miénk. A holnap nem biztos. És az utolsó, készüljünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére. Hogyan? Megtagadván a hitetlenséget, világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Talán a legnehezebb kijelentés a Bibliában, amit most elétek hoztam, így kérdésformában szeretném megfogalmazni. Neked, nekem, mint keresztény embernek, a Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, a keresztény egyház tanítása, második a Biblia tanítása, harmadik vagy az én boldog reménységem. Melyik? Még egyszer elsorolom. A keresztény egyház tanítása, ott van az imában, hogy onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Tehát azért hiszem, mert az egyházam tanítja, hiszem, mert a Bibliából is olvasom, vagy boldog reménység. Kedves esélyem, ezt próbáljuk ma este tisztázni. Hogy mit ért a Biblia ez alatt, a boldog reménység alatt, így találjuk Titushoz írt levélben a 2. rész 13. versében. Várván kit? Várván a ma boldog reménységet, és a nagy Istennek, és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Mit mond ez az ige? Ki fog megjelenni? A nagy Isten és Jézus Krisztus. Itt is találkozunk azzal, hogy az Atya elkíséri Jézus Krisztust földi útjára. De nem az a legnagyobb, nem azt szeretném kidomborítani, boldog reménység. Testvéreim, nagyon földön járó emberként szeretem tanítani és magyarázni a Szentírást. Mit jelent az, hogy boldog reménység? Szeretnék egy példával, életpéldával bemutatni, többé-kevésbé, akik ma itt vagyunk ezen az alkalmon, többé-kevésbé férjezettek, tehát házasságban élünk. Két héttel a házas esküvő előtt, este lefeküdtünk. Miről gondolkodtunk? Úgy őszintén. Azon törtük a fejünket, hogy mennyibe kerül a piacon a krumpli. Kérem, hogy mekkora lesz a vízszámla vagy a villanyszámla elsője után. Ezen törtük a fejünket? Most mosolyogtok csak rám. Hát nem ezen töltünk. Kiről gondolkodtunk? Szívünk választottjáról. És ez helyes? Helyes. Isten így teremtett bennünket. És miért őről, a nagy őről gondolkodtunk? Azért, mert szeretjük. Most majd nagyon vigyáztam. Szerettük és szeretjük. És kedves testvérem, ha mi igazán szeretjük Jézus Krisztust, akkor marad-e idő, hogy mielőtt este elaludnánk, családdal együtt leboruljunk és együtt imádkozzunk. És amikor este lefekszünk, akkor miről szoktunk gondolkodni? Ha akartok nyugodalmas éjszakát, akkor gondolkodjatok Jézusról, gondolkodjatok a Biblia eseményekről, ez az én saját tapasztalatom.
Én most abban a korban vagyok, amikor éjszaka felébredek, és néha egy órát, másfélet vagy kettőt nem tudok aludni. Ugyanezt veszem. Miért? Én szeretem Jézust. Elmondok nektek magamról még valamit. Olyan sokszor próbáltam már megfogalmazni, hogy hogy fogom megköszönni Jézus Krisztusnak, amikor ő eljön. Másodszor is találkozok vele, megköszönni azt, hogy Jézus éppen meghalt. De nagyon félek, hogy a Petőfi Sándor húsbement tervével fog elsülni a dolog. Mert próbáltam már százszor megfogalmazni, és mindig másként. De nem is az a lényeg, hogy, milyen szavakat használunk. Hanem drága testvéreim, készüljünk a Krisztussal való találkozásra, olyan sóvárogva, mint amilyen készültünk, amilyen sóvárogva készültünk az esküvünkre. Isten segítsen meg ebben, hogy örök életre találkozzunk a mi drága jó megváltunkkal. Amen. Amen.